Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és Urunktól, Jézus Krisztustól. És a te lelkeddel. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, itt a Gazdagréti Szent Angyalok templomban, és köszöntöm kedves média apostolainkat, és azokat a kedves testvéreinket, akik az Apostol Televízió szolgálatával most együtt ünneplik a mai Szent Misét. Itt a Gazdagréti Szent Angyalok templomban a csütörtöki napokon szoktuk felajánlani média apostolainkért és apostolaink ima szándékaira, kérésére, hálaadására a Szent Misét. Amit tehát akár vasárnap a Szent Mise előtt, vagy tegnap délután 4 és 5 óra között az imaláncban megfogalmaztak a kedves testvéreink, vagy pedig a szívükben hordoznak ima szándékokat, mindezeket most ide teszem az oltára, a Szent Mise áldozat asztalára, és belefoglaljuk közös imáinkba. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istenem, és neked testvérem, hogy sokszor is valamégeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mozgással. Én vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szedőre veszünk Máriát, az összes urakat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy változzatok élete Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Kegyelettel emlékezem a mai napon elődömre, Lipp László atyára, akinek ma születési évfordulója van, ezen a napon született 73 évvel ezelőtt, őt is foglaljuk imáinkba. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, add, hogy mindig helyesen gondolkodjunk, és a jót készségesen meg is tegyük. Így mi, akik nálad nélkül létezni sem tudunk, segítségeddel, tetszésed szerint élhetünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Eszter könyvéből. A veszély idején, amikor a választott népet ellenségei ki akarták irtani, Eszter királyné is,
miként gyámja Makodeus, a fenyegető halál elől menedéket csak az Úrnál keresett. A választott nép istenéhez Eszter így imádkozott. Uram, segíts, hisz egyedüli királyunk te vagy. Nézd, milyen egyedül vagyok, és más segítőm rajtad kívül nincs sehol. Végveszélyem immár kézzel fogható. Gyermekkoromban úgy tanultam rólad, Istenem, hogy kiválasztottad népünket minden pogány nép közül, atyáinkat is kiemelted őseink közül, hogy mindörökre a tieid legyenek, és meg is védted őket, amint ígérted. Gondolj reánk, Uram, és nehéz napjainkban mutasd felénk arcodat. Belém is önts bizalmat, Uram Istenem, ki minden égi földi hatalom királya vagy. Ajkamra adj hatékony, ékes szavakat, ha megjelenek a király előtt. Hajlítsd szívét, hogy ellenségünket büntesse meg. Hadd vesszen az és mindazok, akik egyet értenek vele. Minket pedig védjen meg jobbod ereje. Segíts meg engem, rajtad kívül senkim sincs, Uram. Csak te segíthetsz, te, aki mindent tudsz. Ez az Isten igéje. Istennek az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Isten. A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz. Kérjetek és adnak nektek. Keressetek és találtok. Zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert aki kér, az kap. Aki keres, az talál, aki zörget, annak ajtót nyitnak. Kicsoda az közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, ki ad kígyót neki? Ha tehát ti bár rosszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább jót ad a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik őt. Amit tehát akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Ez ugyanis a mózesi törvény és a proféták tanítása. Ezek az evangélium igéi. Szeretett testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban. Az Úr Jézus imádkozni tanít bennünket. Megtanultuk tőle, megfogalmazottan, szavakba foglalva, és tartalmilag összeállítva a mi atyánk imádságot, hiszen arra buzdított az Úr Jézus, hogy bizalommal forduljunk a mennyei atyához, és legyen meg bennünk a kitartás az imádságban, de ne legyünk szószaporítóak, mint a pogányok. A mi atyánk imában, amiként ez néhány nappal ezelőtt elhangzott a Szentmise evangéliumában,
És minden nap imádkozzuk is az Úr imáját, minden ima tartalom megtalálható, a dicsőítés, a hálaadás, az engesztelés, és természetesen a leggyakoribb ima szándék, az pedig a kérés. A mai evangélium a lelkületre nevel bennünket, a helyes lelkületre, hogyha kérünk, akkor azt tegyük bizalommal, mégpedig gyermeki bizalommal. Mert ha egy jó szülő is gyermeke kérését teljesíti, sokkal inkább megadja mindazt, ami a javunkra válik, a mennyei atya, akihez bizalommal fordulunk. A hegyi beszédben kifejezetten a kérő imára, annak kitartó szándékára, nem az erőszakoskodásra, követelőzésre, hanem a bizalomra tanít meg bennünket az Úr Jézus. És a kéréseinknek, bár külön tartalmilag megkülönböztetjük és külön csoportba soroljuk az ima szándékok sorában az engesztelést, de valójában az is kérő imádság, és az engesztelés is az Atya iránti bizalomból fakad, mert bízunk abban, hogy az Úristen megbocsát nekünk, vagy a szeretteinknek, vagy mindazoknak, akikért engeszteljük őt. A nagybőjtben nagyon fontos erre is felfigyelnünk, hogy az imádságainkban mások is szerepeljenek, másokért is engeszteljük az Urat, ahogyan tette ezt Eszter királyné, és még sokan mások, az Ószövetség lapjain olvashatjuk imádságként az engeszteléseket, nagyon sok ilyen hősies szereplője van az Ószövetségnek, akik népükért, népük bűneiért, a szabadulásért engeszteltek, úgy mint Ahasvéros király idejében Eszter királyné, amikor népe életére tört egy gonosz és féltékeny udvari ember Ámán, és az egész nép kiirtását határozták el. És ekkor nevelő apjával és annak biztatására Eszter királyné az Úrhoz fordul, mert nincs más segítség, nincs menekülés, szabadulás, csak az Úr erejével és segítségével. Nagybőjti imáinkban mi is gondoljunk erre, és engeszteljük az Urat másokért is. És ez a bűnbánattartás nyilvánvalóan személyes életünk megújulását is szolgálja, de környezetünk, akár népünk, és az egész emberiség megújulását is szolgálja. A legnagyobb engesztelő maga az Úr Jézus, aki engesztelését élet áldozatával, a megváltó kereszt áldozattal pecsételte meg. Kapcsolódjunk be imával ebbe az áldozatba. Amen. Kérjük Urunkat, Istenünket, kedves testvéreim, hogy kegyelme segítségével megtanuljunk helyesen imádkozni, és a bűnbánó lelkület másokat is megújítson. Adorunk, hogy püspökeink és papjaink fáradhatatlanok legyenek az imádságban. Ott, hogy az államok vezetői ne csak a földi békén fáradozzanak, hanem népedet a te szövetségedbe is elvezessék. Ott, hogy gondolatainkat átformálja az imádság szelleme. Ott, hogy mindig a jót kérjük imádságainkban, és így teljesítsed kéréseinket.
Kérünk téged, hallgass minket. Add, Urunk, hogy egész életünket átszője a helyes imádság, és álhatatos kéréseinkre elnyerjük az örök életet. Kérünk téged, hallgass minket. Add, Urunk, hogy egyházközségünk szervező lelkésze László atya, akinek ma születési évfordulójára emlékezünk, pásztori szolgálatáért elnyerje az örök boldogság ajándékát. Jóságos mennyei atyánk, szent fiat tanításából atyánknak ismerünk és vallunk téged. Kérünk, engedd, hogy mindig gyermeki bizalommal forduljunk hozzád, hogy kéréseinket teljesíthest Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az 58-as ének 4. és 5. versszakát fogjuk most énekelni. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyházában. Hallgasd meg könyörgésünket, Istenünk, fogadd el néped áldozati adományait és imádságait, és hajlítsd magadhoz szívünket, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Mert kegyesen megadott hívő népednek, hogy évről évre a megtisztult lélek örömével várják húsvét szent titkának ünnepét. Most többet imádkozzanak, buzgóbban gyakorolják az irgalmasság tetteit, s az újjászületés szentségei által az Isten gyermekség teljességére jussanak. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget, himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Thank you.
Mindenhatalmasságodban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, és Isten vajon felállásra, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, Ferenc, György és Gábor segédpüspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Születési évfordulóján kérünk, emlékezzél meg, Urunk, László szolgádról, akit magadhoz szólítottál ebből a világból. Hadd, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, hivatása által részesült fiat szolgálatában, pásztori küldetésében, részesüljön szent fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt többi testvérünkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Ha Istent atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Krisztus, a mi békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelked. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és megindul az életem. Szent áldozás alatt engesztelő éneket, a Hozsanna 143-as énekét énekeljük. Thank you.
Kedves testvéreim, most felkínálom a lelki áldozás lehetőségét azoknak a testvéreinknek, akik otthonaikban velünk imádkoznak, és szeretnék az Úr Jézust magukhoz fogadni. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. A Szent Mise áldozási könyörgése előtt a média apostolaink nevében kérem az Úrtól, Uram, fogadd el mindazokat a dicsőítéseket, hálaadásokat, fogadd el a kéréseket, ima szándékokat, amelyeket testvéreink, a média apostolok elé terjesztettek, és közösségünk előtt is nyilvánvalóvá tettek. Most ezt ide tettem, az oltárra, szent áldozatod asztalára. Hallgasd meg imáinkat, és vezess továbbra is a buzgó, tanúságtevő élet útján. Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, szent tested és véred vétele, melyet megváltásunk zálogául rendeltél, szolgáljon nekünk orvosságul a jelen és az örök életre, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Testvéreim, csodálatos hősiességről tanúskodik az Ószövetségben Eszter királyné, aki népért vállalta az életveszélyt és kockázatot, és akinek imáját magunkévá tehettük a mai Szent Mise olvasmánya által. Legyünk mi is mindnyájan engesztelőek, legyünk mi is megújuló lelkületűek és közösségteremtők éppen közösségi imáink által. Erre kérem az áldást most jelenlévő testvéreimre, az apostolokra és az Apostol TV kedves nézőire. László atya szerette a régi magyar himnuszunkat, a Boldogasszony anyánk énekünket a Szent Mise végén. Ezt az éneket fogjuk énekelni, a 284-es ének első és második versszakát. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértéseivel. Jézusom szent szíve, Szűz Mária kegyelmek anyja, magyarok szent őrangyala, Szent Pió és Szent Sárbel atya, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei,